Milyen kiállításon lehetünk itt, és milyen jelentősége van ennek? Ez a protestáns iskolai mozaik kiállítás, amin most vagyunk, ez egy nagyon fontos kiállítás abból a szempontból, hogy a Kárpát-medencében található református és evangélikus iskolák történeti kiállítása. Tehát gyakorlatilag ugye a reformáció 500 évében vagyunk, és az ehhez kapcsolódó összes oktatási törekvés és az iskolák bemutatása is. Ha jól tudom, akkor ez egy vándorkiállítás, és az egyik helyszíne Nyíregyháza. Hol jelenik még meg? Összesen 16 helyszínen fog ez a kiállítás megjelenni, illetve már több helyszínen meg is jelent. Az első a nagy megnyitó, nagy kiállítás megnyitó az Miskolcon volt. Azóta már a határon túlt is megjárt, tehát például Beregszászban, de Pécsen is volt már, tehát valóban bevándorolja, bebarangolja most az egész országot ez a kiállítás. Azokban a városokban és azokra a helyszínekre jut el elsősorban, ahol kiemelt szerepet kapott a város történetében a protestáns oktatás. Hogyan jut el a diákokhoz? Hát a diákok egyrészt nyilván a megnyitó ünnepségben maguk is részt vesznek, és hát ez egy utazó kiállítás, tehát ennek megvan az a sajátosság, hogy magával a létével is tanít, hiszen a gyerekek segítenek felállítani ezeket a kiállításokat, és hát természetesen szervezetten meg is tekintik, hogy tisztában legyenek a saját iskolájuk és egyházuk oktatási kérdéseivel. Hogyan kapcsolódott be a Kossuth Gimnázium? A Kossuth Gimnáziumnak az a szerencsés helyzete van, hogy ebben a tanévben azt a 25. jubileumot ünnepli, mint amit nagyon sok egyházi iskola ebben az évben, hiszen 25 évvel ezelőtt a rendszerváltás után az evangélikus egyház visszakapta a Kossuth Gimnáziumot. Ezért tulajdonképpen nekünk ez adott volt, illetve hát magának a kiállításnak a létrehozói azokat az iskolákat kérték föl, akiknek oktatás történeti szempontból is nagy jelentőségük van, és mivel a Kossuth Gimnázium 211 éve él, ezért természetes volt, hogy ő is részt vesz ebben a kiállításban. Pontosan kik hozták ezt életre, ezt a kiállítást? A Reformáció 500 Emlékbizottság támogatásával jött létre, és a Református Tehetséggondozó Alapítvány gondozásában van, és az ő segítségükkel jött létre, és az utaztatásban, valamint a kiállítás szervezésében dolgozik együtt a református és az evangélikus egyház. Meddig tekinthető meg a kiállítás itt a Művelődési Központban? Nyíregyházán október 5-től 15-ig látható itt a kiállítás, de ugye reggel 8-tól este 7-ig abszolút a nyitvatartás idejéig megtekinthető, valamint vannak olyan elektronikus felületek, ahol ezek a későbbiekben is megnézhetők, hogyha valaki nem jut el idáig. Milyen időszakot ölel ez körül ez a kiállítás, és pontosan akkor ez azt jelenti, hogy a 16 kiállító helynek valamelyik iskoláját mutatja be? Igen, alapvetően két nagy részre osztható a kiállítás. Az egyik az természetesen az egyház története párhuzamosan az iskolák kialakulását mutatja be a 16. század elejétől. A másik része pedig kifejezetten azokat a helyszíneket mutatja be, amit meg is jár ez a vándor kiállítás. Tehát vannak olyan rollápok, amik kifejezetten egy-egy intézménynek a történetét mutatják be, és vannak olyanok, amik összefüggően történeti részeket mutatnak be. Luther Mártontól származik a reformáció egyik olyan alapgondolata, hogy mindenkinek a saját nemzeti nyelvén kell olvasnia a Bibliát, és természetesen az azt jelenti, hogy mindenkinek a saját nyelvén kell tanulni is, hiszen például ugye a luteri kiskáté pontosan azt szolgálja, hogy a saját nyelven juthasson mindenki közel a Biblia tanításaihoz. Ez az alapja tulajdonképpen a protestáns iskolák kialakításának, kialakulásának, aminek az volt az elsődleges törekvése annak idején, hogy mindenki a saját nemzeti nyelvén tanulhasson. Miért fontos Nyíregyháza életében, hogy egy ilyen kiállításnak helyet is otthont adhatunk? A protestáns hagyományok Nyíregyháza életében a város alapításig terjedően visszanyúlnak, hiszen Gróf Károly Ferenc döntése alapján jöttek a luteránus vallású evangélikus tépákok a városba. Az első középfokú oktatási intézmény is az evangélikus egyház indított el 1806-ban, aztán a főgimnázium lett belőle, és hát azt gondolom, hogy a város jelenlegi életében is meghatározó szerepet, értéket jelentenek az egyházi iskolák, de mondhatnám az óvodákat, sőt bölcsőde is van, és színesítik, értékkel töltik be a város oktatási rendszerét, és közösséget teremtenek, hiszen mögöttük egy egyház és egy közösség van. És én azt remélem, hogy ez a jövőben is erősíti majd Nyíregyházát. Nagyon örülök, hogy ez a kiállítás Nyíregyházára érkezett, és főleg annak, hogy ebben az iskolánk is szerepet kapott, és hogy ilyen nagy múlttal rendelkezik, és
Annak is örülök, hogy ebben részt vehetek, mert a megnyitón és megnyitó keretein belül egyik osztálytársammal egy színdarabot adunk elő, melyben egy református és egy evangélikus lelkész találkozik, és észrevesszük, hogy nem jutunk be a kiállításra, ezért leülünk beszélgetni, és a nevelés történetről kezdünk el vitatkozni elég hosszasan, de aztán a végén kiderül, hogy ez a kettő vegyés ugyanaz, és boldogan tovább figyeljük a kiállítást.